Arra bíztatta Görögországot a török elnök, hogy nyissa meg határait a menekültek előtt. Recep Tayyip Erdoğan egy nappal azelőtt beszélt erről, hogy uniós vezetőkkel találkozik. A javaslatban feszültséget kelt az EU-n belül. Na ide figyelj, Görögország, ezek az emberek nem akarnak nálad maradni, mint Európába menne tovább. Minek törődsz velük? És igen, elmondtuk, hogy ha ez így folytatódik, kinyitjuk a kapukat. Nem hittétek el. Görögország, miért nem nyitod meg a kapuidat, hogy eljussanak más országokba? Mondta a török elnök. A török-görög határon egyre több az erőszakos akció. Mióta a hónap elején Erdoğan bejelentette, országa nem képes megakadályozni, hogy menekültek áramoljanak uniós országokba. Ankara ezzel felrúgta a 2016-ban az EU-val kötött menekültügyi megállapodást. A török elnök szerint azonban valójában az EU nem tartotta bevállalásait, és nem folyósította azt az összeget, amelyet a törökországi menekültek helyzetének javítására ígért. Az EU szerint azonban Erdoğan saját politikai céljaira használja a menekülteket. A török elnök hétfőn Brüsszelben tárgyal az unió tisztségviselőivel.